Az Aponyi Iskola megnyitja kapuit a diákok előtt. Részletes tájékoztatást kapnak most azok az intézményről, akik a kisfilmet megtekintik a következő percekben. Ebben az iskolában tanulni jó. Az iskolánk itt a megyében abba egyedüli, hogy nálunk van csak egyedül mezőgazdasági gépészképzés, tehát aki ezt a szakmát választaná, akár technikusi, akár szakmunkás szinten, az bennünket nem tud megkerülni, ide kell jönnie hozzánk. Ez a fő csapásirányunk, mellette még képezünk kertészeket, ezt is technikus, illetve három éves szakmunkás szinten, illetve kistermelői élelmiszer előállító tanulóink vannak még. A képzéseink két nagy csoportba oszthatók, az egyik az a mezőgazdaság erdészet ágazathoz tartozó képzések, ezek a kertész és a gépész, mezőgazdaság gépész képzések. Az élelmiszeriparos képzésünk, ami az élelmiszeripar ágazathoz tartozik, az pedig a kistermelői élelmiszer előállító. Mindegyik szakmához, amit oktatunk, megfelelő, jól felszerelt műhelyekkel, eszközökkel rendelkezünk. A tanulók, amikor ide kerülnek, akkor ágazati alapképzésben vesznek részt, és az ágazati vizsga letétele után mehetnek ki gyakorlati helyre. A gyakorlatokon a tanulókat igyekszünk kihelyezni külső cégekhez, a duális képzést az állam is igyekszik elősegíteni, azzal, hogy nagyon jó ösztöndíj lehetőségeket teremt a diákok számára. Már az ágazati alapképzés ideje alatt is ösztöndíjban részesülnek, amikor pedig kikerülnek cégekhez, akkor úgynevezett tanulói munkaszerződést kötnek, ami már ilyen nettó 80.000 forint körülű havi összeget jelent a számukra. Ez éves szinten közel 1 millió forint egy diáknak, amit megkap, és ebből tudja finanszírozni tanulmányait, és még zsebpénznek is marad neki. A nyílt napjaink jelenleg folyik az egyik nyílt napunk. Még egyet tervezünk november 27-ére. Ezeken a nyílt napokon el lehet jönni és meg lehet tekinteni iskolánkat. Minden gyakorlati képzési helyszínre elviszük a tanulókat, ahol körbenézhetnek, megismerhetik az iskolát. Megmutatjuk a kollégiumot is a távolabbi diákoknak, ugyanis hát nem mindenki lakik olyan távolságban, hogy minden nap be tudna járni, vagy lehet, hogy be tud, de kényelmetlen. Az ilyen esetekben szoktuk ajánlani és javasolni a kollégiumot. A kollégiumunk pár éve lett felújítva, szigetelve, műanyag nyílászárókkal ellátva, nagyon kellemes kulturált körülmények vannak a diákok számára. A mostani elsősök visszajelzései alapján ő nekik is tetszik, elégedettek vele. Elégedettek a menzával is, saját konyhánk van, nagyon jól főznek, a gyerekek ezt is szeretik. Azért döntöttem ezzel lett az iskola mellett, mert a családtagjaim háromnegyed része, ők is itt tanultak, és mind gépész szakmát. Hát én miért ajánlanám? Talán azért, mert egy nagyon, nagyon egy családi környezet, és mindenki összetartóan éli itt a kis életét, és nagyon sokat tanulhatunk. Mind rengeteg nagyon jó oktatónk van, akitől rengeteget tanulhatunk, és tényleg ez a legfőbb családi környezet, ami itt mindenki közelebb hoz a mezőgazdasághoz. Nekem van egy elővégzettségem, az egy kistermelői élelmiszer előállító volt, amit szintúgy itt szereztem meg, majd visszajöttem 11-be, ugye a gépésztechnikusi szakmára, és tulajdonképpen szerintem maga ez a gépészeti világ, amit én úgy erősítenék. Otthon nekünk is családi gazdaságunk van, növénytermesztést és állattenyésztéssel is foglalkozunk, és rendkívül fontosnak tartom a szakmai információk elsajátítását, amelyeket a szaktanárok nagyon pontosan át tudják adni a diákoknak, mert rendkívül felkészültek. Azért szeretném ajánlani másoknak is ezt az iskolát, hogy el tudják sajátítani a tudásukat, és megfelelően sikeresek legyenek a további életben. A kiskorom óta a mezőgazdaság érdekel, jövőmet is ebbe képzeltem el, és ebbe látom a jövőt. Nagyon szeretem a gépeket, a gépek munkáját, és a mezőgazdaságot is. Az oktatás nagyon jó, szakképzettek a tanárok, oktatók, jó itt tanulni.